Szeretettel köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Csontos Lajosék kertjében, beszélgető társam Csontosné Szilágyi Erzsébet tanárnő, akit elsősorban tanárnőként ismerünk nagyon sokan. Beszélgetésünknek pedig az az apropója, hogy ön is a férjével együtt pályáztak a Legszebb Konyha Kertek program, amelyet Kovács Szilvia a polgármester asszony hirdetett meg. Mi mindent is vetettek ebbe a kertbe, és ez egy, úgy látom, hogy nem a kis kategória, hanem a nagyobb kategóriában indultak. Mekkora ez a terület? 50 négyzetméter feletti területbe neveztünk, és most jelen pillanatban már változott a kép a tavaszi ültetéshez képest, hiszen az első betakarítás már megvolt, saláta, retek, a fokhagyma, a hagyma kiment, már a borsót felszedtük, és nálunk igyekszünk jó kihasználni a területet, hiszen hogyha majd körül kukkantatok, akkor láthatjátok, hogy már másodvetések vannak, és a felszedett növények helyett már újak vannak ültetve. Úgyhogy új babültetvényünk van, bekerült a padlizsán, bekerült a kelbimbó most már ültetésben, úgyhogy újul a kertünk minden hónapban. És hát gondolom, hogy máskor is gondozták önöket, hiszen nem most kezdték. Mi volt a legsikeresebb az eddig betakarítottak közül? Hát a kertünk az körülbelül 20-21 éve él, ugye 22 éve építkeztünk, és ahogy beköltöztünk 1989-ben, már a következő évben a kertet létrehoztuk. Úgyhogy fele a kertünknek az dísznövényes, az a pihenő rész, fele pedig a zöldséges kert, talán a paradicsom, ami az ültetvények közül a leggazdagabb, és mivel én ilyen régi hagyományos háziasszony vagyok, tehát nagyon szeretem saját kezűleg elrakni, illetve lefagyasztani, berakni, gemmezni a növényeket, gyümölcsöket, ezért amit megtermelünk, azt igyekszünk mindent hasznosítani és télire elpakolni. Akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó segítség ahhoz, hogy mindig friss gyümölcsből vagy zöldségből készítse esetleg a hétvégi ebédet is. Mit vár még, ami látjuk, hogy a paradicsom még nagyon szép, sok van rajta, tehát még ott biztos, hogy nagyon sokat fog betakarítani, de mi van még? Az idei próbálkozásunk közül a padlizsán és a kelbimbó, ez egy új jövővény a kertünkbe, úgyhogy tőlük nagyon nagy sikert várunk, kíváncsi vagyok. Az idén szoktam rá úgymond a padlizsánnak a helyes elkészítésére, mert próbálkoztam minden a család valahogy nem nagyon díjazta a próbálkozásaimat, de egészen jó kis receptek jöttek most már, kirándulások, nyaralások alkalmával, illetve a kolléganőmtől is tanultam nagyon finom receptet, úgyhogy most nagy várakozás előtt a padlizsán és a kelbimbó ültetvényünk. Akkor mi azt kívánjuk, hogy azért az ideális időben azért még locsolni kell, de minden úgy teljesül, ahogy ön szeretné, hiszen láttuk, a hagyma is nagyon szép volt, tehát azért sok mindent el tud már tenni a spájzban, és azt kívánjuk, hogy a versenyben is legyen sikeres, hiszen a zsűri majd értékelni fogja az ön kertjét is. Hát így legyen, és köszönöm szépen, nézzetek körül nálunk. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Géci család kertjében, Alberttel, a családfővel beszélgetünk, Évával és Jolánka nénivel is megnézzük ezt a szép kertet. Úgy tudom, hogy évek óta csinálják már ezt a kertet. Igen, 8 éve körülbelül, úgyhogy mikor ide költöztünk, nem volt majdnem semmi, és erre haladtunk, most már a gyümölcsfák is, hál' Istennek, alatta a konyhakert is elég szép, és nagyon sok mindent megtermelünk, csak most már elég sok a borsót, a hagymát, meg a fokhagymát már kiszedtük, úgyhogy ami megmaradt, akkor nagyon szívesen megmutatjuk. És hát gondolom, hogy már sok minden bent van a fagyasztóban, a spájzban, tehát ez önöknek egy nagy segítség. Hát igen, már az uborkából is egy része el van téve télire, úgyhogy gondolom, hát a babnak is egy része zölden, meg hát sok minden, ami megtermett el, az már el van rakva télire, meg segítünk a gyerekeknek is. Hallottuk az előbb, hogy ez egy csapatmunka, egy igazi csapatmunka, hiszen a mama ültette a magokat, a feleségével, önök ketten kiültették, gondozták, tehát gondolom, hogy nagyon sokat odafigyelnek arra, hogy minden ebben a szárazságban mindennek jó legyen, és öntözik is. Mi az, amire a legbüszkébbek? Hát úgy gondolom, az idén az uborka inkább, meg a bab elég szépre sikerült, tehát a többi már egy kicsit olyan
elég problémás, mert most fonnyadt. Már délután vagyunk, úgyhogy a nap nagyon égett. Ezzel nem lehet segíteni. Reggel elég szépen felszól, észhez térnek, igen, és most már délutánra így lelankadnak a levelek. Úgyhogy ez van, ezt kell szeretni mostan. De hát ez gondolom egy ilyen hobbi is, amellett, hogy a családnak ez biztosítja a télire majd a sok-sok finomságot, de egy ilyen kikapcsolódás is jelent, hiszen egy nagyon szép zöld környezetben vagyunk. Hát igen, mert én már nyugdíjas vagyok, úgyhogy már hobbiszerű, a feleségem még dolgozik, de ő is csak 2 napot dolgozik hetente, úgyhogy most meg nyári szünet van az iskolába, úgyhogy sokat foglalkozunk a kerttel. Én akkor azt kívánom, hogy ebben a nemes versenyben is, hiszen nagyon sokan vannak, akik beneveztek, egy szép helyezést érjenek el, és hát sok-sok örömet még ebben a kis kertben önöknek. Nagyon szépen köszönjük! Itt vagyunk kint a Koldus kertben, és beszélgető társam Gyenge Jánosné, aki elárult, hogy férjével ketten művelik ezt a 15 sor kertet. Mióta önöké ez a kertföld? 20 éve. 20 éve, és hát azóta gyakorlatilag ez mindig így néz ki. Hát azóta mondom, mióta férjem nyugdíjas, azóta tényleg nagyon nagy gondot fordítunk rá, de attól függetlenül, hogy én még munkahelyen vagyok, azért ritka nap, hogy nem jövök ki. A gyümölcsfákat is már önök ültették, nevelgették? Nagyon sokat, igen, igen. Hát itt ugye nekem évente szinte 300 üveg befőttem is van nagyon sokszor, meg hát itt 100 literek a cefrék is szinte mindig, sőt, egyszer. Mennyi volt, apa? 2700 liter, azt hiszem. 2700 liter volt a cefrénk, úgyhogy nagy dolog az, akar leszedni, akar felszedni. Tehát tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy ez így nézzen ki, ahogy kinéz. Itt említette, hogy a férje már nyugdíjas, tehát akkor gondolom itt az öntözés, locsolás, kaszálás, az inkább férfi munka, azt inkább ő csinálja, és akkor én ugyanúgy gondolom, hogy hát ön is bekapcsolódik. Igen, hát én ami mélyebben fekvő munkákat csinálom, mert ugye a kötözés, a kacsolás, vagy amit le kell szedni, mint a zöldborsó, zöldbab, szilvát felszedni, vagy gyümölcsöt elhullott a fáról, az azért mindig az enyém, mert végülis férjem gerincműtött is, tehát azért kell a segítség, de mondjuk az olyan tényleg, hogy minden nap öntöz, minden nap tényleg kapál, mert itt nincs sose egy gyom sem, mondják síp, hogy van ez, hogy itt nem búvik ki, tehát nézzük, és akkor rögtön kihúzzuk. Hát azért nem egészen, de azért jobba kellene a kapával. És hát látom, virágos kert is van, tehát nagyon sokat vannak idekint, biztosan. Hát, ez egy férjem szinte majd csak egész nap ideki van. Tényleg, hát jó, itt lakunk nem messze, és akkor hazajön ebédelni, egy kicsit pihen, de szinte jön vissza rögtön. De tényleg majd csak azt mondhatom, hogy ami időm van nekem is, szinte a munkahelyen kívül mindet itt töltöm. És mi minden van már otthon a kamrapolcokon? Mondta, hogy nagyon hát sok, igen, mindent elrakott már. Sárga barack, akkor 40 üveg baracklekváron van, de az van szamócában is, mert 600 tő újültetésű szamócánk van. És akkor mindenki mondja, hogy jaj, de jó ez, mikor ugye mindenki megeszik a család egy tállal, de mikor egy hetente szedem a kacsát szinte lefele, és akkor az is van egy zsákkal, azt már nem annyira szeretik irigyelni. Úgyhogy akkor az uborka, ugye már az a csemege uborka, már az is a polcon van. Most egy kis hordósat akarok kipróbálni, és akkor az olyan, ugye, hogy hát mindig mindenfélit lehet belerakni, ami ahogy érik, így van, és akkor lezárjuk a hordót, összeérik, és akkor abba tényleg akár a zöld paradicsomtól, kisdinnyéig, szóval minden paprikáig, minden, meg hát a fagyasztóba is én a lecsót, a sóskát, mindent ledinsztolok, tehát azért dolgozunk, meg nekünk ugye egy gyermekünk, a nők is panelbe laknak, és azért csak innen minden még nekik is megy. Akkor van itt még mit csinálni, ami még lesz-e valami másodvetés volt, ami még ezután fog esetleg retek, ilyesmi vetettek el? Hát olyan volt, hogy például salátánk, az volt azt hiszem 3 csapat, retek tán 4 is, zöldborsó is, vagy 3, hát annak még itt látható a... Igen, mert még a vetőmagot is arról szedtünk, és akkor hát még uborkánk van, másodvetés van még, a krumpli még ugye az a földben van, de mi van még, apa? Hát nem is tudom. Hagymák, hát ugye már nem zöld hagyma, de lassan felszedjük, fokhagyma, tehát még ezek azért sütnivalótök, de amúgy van patisszon, vagy cukkini, gugonülőtök, tehát mindenféle fajtája, minden, hát paradicsom, paprika, hát az még ugye mindenki van, zöldség, répa, bár a zöldségünk nem sikerült az idén, nagyon talán a harmadik vetésből kelt ki egy sor, de
úgy arról mindig gondoskodunk, hogy nekünk annyi minden legyen, hogy nekünk elég legyen. Hát akkor végül is igaz, hogy egy picit a vetőmagba be kell investálni, de utána azért sokszorosát hozza vissza, ezen nagyon sokat tudnak spórolni. Végül is igen, igen, ez biztos így van. Sőt, mi több, ha tetszik látni, hogy itt most meg a másik oldalt is, ami gyep, az ez ezelőtt szántó volt, és akkor, amikor még nem voltak így megszigorítva a boltok, hogy ugye csak papírral vehettek mindent, mi 3-4 boltnak termeltünk évente, tehát zöldségboltoknak is, és volt olyan év, hogy 3 más zsóborkát termeltem ezen a földön, vagy például olyan is, hogy 5 mázsát csináltam, csak boltnak kovászos uborkát. Tehát volt, aki mindig ezt így megrendelte, és akkor én egy szezonban szinte 5 mázsát is megcsináltunk. Tehát most már úgy megszigorították a boltokat, és akkor csak papírral vehetnek, így ugye csak esetleg az utcába tudom eladni, vagy munkatársaknak, vagy valakinek. Meg hát ugye elsőképp a család, persze, igen, aki ugye kap mindenből. És én azt kívánom, hogy a versenyben is érjenek el szép sikereket, meg azt, hogy legyen még erejük, egészségük, hogy ezt a kertet még következő 20 évben is gondozni tudják. Nagyon szépen köszönjük, hát ez biztos nagyon kéne, az egészség, való igaz. Hát reméljük, hogy azért még egy néhány évig tudjuk csinálni. Hamar Gyuláék kertjében is nagyon sok minden már megtermett, és még nagyon sok minden van a földben. Feleségével, Hamar Gyulánéval beszélgetünk, mi mindent vetettek ide. Hát 67-ben építettük a házat, és azután folyamatosan tettük rendbe az udvart. Tehát évek óta megvan a szőlő, a fák, a gyümölcsös, utána meg ugye a konyhakertet szerettük volna azt is megépíteni. Úgyhogy igyekeztünk bakháton, tehát minél kevesebb helyen felfuttatni a dolgokat, mert futóra van téve a paprika, a paradicsom, a zuborka, hogy menti több mindent tudjunk a konyhakertbe tartani. Hát már ugye a retkeket, salátát, ezeket már vége van, a hagymának, a dughagyma, vöröshagyma, fökhagyma már koszorúba el van téve, száradnak, és a hagymamagot is leszettem valamelyik nap, úgyhogy jövőre legyen dughagyma. Hát igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy ezért ne kelljen pénzt. A karalábénak vége van, a kelbimbónak is, már azt is leszettük, megettük. Hát majd megmutatom, mert nagyon szépek a cukini, meg a tök is, főzni valótok, mert azt is szeretjük. Hát a zuborka állandóan csinálom belőle a uborka salátát, meg savanyítok is, de azért leghamarabb talán az eper, az unokáknak a kedvence, azok jöttek csipegetni, meg a málna itt a hátam megett, és azt is ugye hát évek kellnek, mire az ember szépen betelepíti, a megfelelő fajt megtalálja, hogy azért érdemes lenne avval is foglalkozni. Gondolom, hogy ez nem napi ilyen 10 perces elfoglaltság sem önnek, sem a férjének, hanem folyamatos gondozás. Nem, mert általában ezt a férjem csinálja, itt az ő reszortja, az enyém az előkert, tehát a virágos kert az én részem, de be szoktam segíteni, mert meg szoktuk azért beszélni, hogy mit hova tegyünk, mi hogy legyen. És hogy olvastuk ezt a pályázatot, mert ugye hát ugye nyugdíjasok vagyunk, és mindent elolvasgatunk, és akkor mondta, hogy nem kellene, azt mondom neki, tudod mit, papa, nevezzünk be. És hagyj jönnek, hagyj nézzék meg, hogy kicsi helyen is mennyi mindent meg lehet termelni. És hát ahogy elmondta, akkor nagyon hatékonyan, hiszen akkor már sok minden bent van a kamra polcokon. Bent, már a borsós bent van a fagyasztóban, úgyhogy a bab is. Hát egy-egy sor, egy-egy kis rész, de az valahogy úgy néz ki, hogy kijön az ember, megszedi frissen, és tudja, hogy ez enyém, ez nem spermetezve, ez egészséges, és hát ezt szeretnénk, hogy mindenki próbálja meg. A fiatalok már ugye dolgoznak, nem nagyon, de az idősebbek, aki még megteheti. Hát azért gyönyörködjön benne, hogy mégis ezt ő ültette, ő kapálta. Úgy, ahogy, mert nem mindig tudjuk kapálni, ha az ember nem jó van. De azért igyekszik a kertben, amikor kijön, akkor jön, meglátja, és az ember azért elfelejti ezt a dolgokat, hogy itt is fáj, ott is fáj, ha nem csináljuk, gyönyörködünk benne. Hát akkor én mindkettőjüknek jó egészséget kívánok, és hát azt, hogy ami még itt van, és betakarításra vár, az is mind minél hamarabb a kamrapolcra kerüljön, és hát azt, hogy jövőre is hasonlóan szépen be tudják vetni ezt a kertet. Hát köszönjük szépen, és igyekezni fogunk, és az egészségünk engedi, akkor jövőre is. Már régóta ezt csináljuk, ennek már szinte lehetetlen lenne meglenni.
A versenyhez pedig sok sikert kívánunk, hiszen a zsűri még biztos, hogy jönni fog, már mondta, hogy voltak is megnézni a kertjüket, igen. És ott pedig szép sikereket kívánunk önöknek. Annyival egészítettük még ki, hogy vannak bizonyos gyógynövényeink, meg fűszernövényeink, de azt ugye már van, amit szintén már 5 vagy 6 csapatot már azt is, mert csak délbe lehet, virágzáskor meg kell várni, hogy virágozzon, délbe lehet begyűjteni, azok is már legtöbb része dobozban vannak. Hát jó tejának, meg a főzéshez, ami kell. Úgyhogy ennyivel már ezt konyhakertet kiegészítettük. Hát akkor még egyszer jó egészséget és sok sikert a versenyen. Köszönöm szépen.